Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió programajánlóját látják. Színek varázsa címmel nyílik kiállítás a Fehérló Közösségi Házban február 9-én, pénteken 17 órakor. A tárlaton Körösi Tamás festőművész alkotásai kapnak helyet. Ismét bütykölő szakkör február 9-én, pénteken 17 órától a Fehérló Közösségi Házban. Ezúttal szíves ajándékokat, ablakdíszeket készíthetnek a résztvevők. Ötödik alkalommal szervezik meg a sakkarnevált a Futurában február 10-én szombaton. A programok délelőtt 9 órakor kezdődnek a hivatalos megnyitóval, majd délután 3 órától élő sakkjátszmával várnak mindenkit. Délután 4 órától sakkszimultán lesz Gledura Benjamin 18 éves nemzetközi nagymesterrel. Farsangi táncház lesz február 10-én szombaton 17 órától a Fehérló Közösségi Házban. Először a kicsiket várják jelmezben, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgociné Nyáradi Csilla és Galgoci Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja valami meglepetéssel a gyermekeket. 20 órától kezdődik a nagyobbaknak a táncház, ők a Kislaptáros Népzenekar zenéjére mulathatnak. Baba Színház lesz február 11-én vasárnap 10 órától a Fehérló Közösségi Házban. A Vaskakas Bábszínház legújabb, immár 10. apró színházi előadásával a 4 évszak játékai köré hívjuk a legkisebbeket. Belépő jegyek a Fehérló Közösségi Házban válthatók. Az Orlai Bérlet tulajdonosait várják február 13-án kedden 19 órától a Flash központba, ahol a Párterápia című vígjátékot mutatják be az Orlai Produkciós Iroda színészei. Az előadásra jegyek már nem válthatók. A Pesti Művész Színház előadására várják nem csak a Szebbik nem képviselőit nőnap alkalmából a Flash központban. Március 6-án kedden 19 órától az Asszony körbejár című bohózatot mutatják be a színház kedvelőinek. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a Flash központ jegyirodájában. Kedves nézőink, Önök programajánlónkat látták. A programokhoz jó szórakozást kívánok, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!